ez már a harmadik tinderes videóm, úgyhogy nem kell elmondanom, hogy a lányok bemutatkoznak, én meg reagálok rá valamit, viszont köszönetet kell mondjuk egyrészt annak a 90 embernek, aki feliratkozott, másrészt nekünk kell köszönetet mondanunk egy embernek. Egy embernek, aki nélkül ez a videó nem készülhetett volna el. Hiszen én már, hogyha ránézek erre a tüzes ikonra, már összehányom magam. Ő viszont a mentális épségét nem kímélve tovább pörgeti a Tindert és keresi nekem a bemutatkozásokat csak azért, hogy elkészülhessen ez az epizód. Úgyhogy kérek egy nagy tapsot Illés Zoltánnak. Akkor kezdjük is. Csak 1,8 centi feletti férfiak. Hugi, egy Lego ember nagyobb, mint 2 centi. Na jó, hülyeséget félretéve. Egyrészt az ezresek után szoktunk vesszőt tenni, hogy ne legyen nagyon összezavaró. Másrészt nem értem a nőknél mi ez a csak 180 centi feletti férfiak mánia. Egyszerűen megőrülnek érte. Ez kb. Olyan, mint hogy én azt mondanám, hogy csak a minimum D-kos arasmelltartóval rendelkező nők érdekelnek. Persze, van olyan. De azért lássuk be, egyrészt perverznek tartanátok, másrészt eléggé leszűkíteném azt a kört, akik közül a páromat szeretném kiválasztani. Arról meg nem is beszél, hogy ki tudja, lehet, hogy egy deszka mellű lányal fogom olyan jól érezni magam, hogy életem végéig boldog kapcsolatban leszek. Most nehogy már ezen múljon az egész. Most én is itt vagyok a 174 centimmel. Lehet, hogy velem tök jól éreznéd magad, és életed végig boldog lehetnél, de 6 centi miatt azt mondod, hogy nem. Arról nem is beszél, hogy Magyarországon az átlag magassága 176. Úgyhogy 10 pasiból egy karcolja a 180-at, és hogyha pont az az egy akkora tapló, bunkó paraszt, hogy nem igaz, de mit számít, 180 felett van, csak ez a lényeg. Kedves uraim, kérem, a megfelelő nyakkendő hossza övcsattig tartson. Etiket number one. Nem néma párokat gyűjtök, állítólag isteni sajtortát készítek. Kit érdekel a nyakkendő? Nem fogok öltönyben menni az első randira. Tök, hogy tudsz sajtortát csinálni, de ez most kb. Olyan, mint hogyha kiírnám, hogy én minden nap elviszem a kutyát sétálni. Ez annyira random. Ha egyedül vagyok egy szobában, akkor ember vagyok. Ha bejön egy nő, akkor férfi lett. És annyira vagyok férfi, amennyire nő az, aki bejött a szobába. Rólam, Balaton imádatában vettem most ki albérletet, Balatonkensesesnél dolgozom, Székesfehérvári vagyok, sokat megyek haza, távoliak kérem előzenek, csak komoly kapcsolat érdekel, aki dohányzik és vagy iszik, ne keressen. Csak kutya szerető lehetsz, mert az enyém feljöhet az ágyba is, de ne legyen kutyád, mert az enyém nem jön ki a másik kutyákkal. Hát, bocs, haver. De most tényleg, most mit vársz? Öljen meg a kutyát csak azért, mert neked is van egy. Meg legyen kutya imádó a pasi, de ne legyen kutyája. Tehát... Srácok, ha szeretnétek felnőtt filmekbe szerepelni, várom jelentkezéseteket. Fiatal, sportos testalkatú, szép arcú jelentkezőket várok. Természetesen a szerszám mérete sem elhanyagolható tényező. Komolytalanok e-mailjenek. Hogyha pénzt akarsz, nem tehetsz más, légy rossz ribac. Gázd a falut pénzért és légy rossz ribac. Boladasz a földön, légy rossz ribac. Ó, nem kurva ő, hanem rossz ribac. Jó, bocsánat, nem tudom, hogy került ez ide, biztos félre kattintottam. Neked kutya barátnak kell lenned. Van 2 szőrös kisbabám. 173 centi vagyok, és igen, a magasságot számít nekem. Ki hitte volna. Szia, Mizu, hogy vagy egyelő a meccs? Mégis kiköszönne így? A minimum egy space-t oda nyomnék. Ne szólíts, nem ez a keresztnevem. Sejtettem, hogy nem ez a keresztneved. Nem fogok pár üzi után találkozni veled. Jó van. BP belváros. És most te laksz ott, vagy ott keresel valakit? Beszélgetése. Legjobb a megfelelő társaság. Na igen, egy rossz társaságban nehéz jókat beszélgetni, ezt tudjuk. Ételek, főleg édesség. Húst annyira nem, kávé. Itt kezdem elveszteni a fonalat. Balkezes, de nulla művészi véna.
Az, hogy balkezes vagy, az nem azt jelenti, hogy jól tudsz rajzolni. Ezt sok évig kéne gyakorolni, hogy én is csináltam. És még egy kevés gyakorlás rám férne. Nem dohányzó. Alkoholt mértékkel, abból is csak édeset. A nőknél valahogy mindig előkerül a bor. Legalább annyira szeretik, mint a 180 centis pasikat. Akkor is, ha az édes bor nem is bor, nem érdekel, úgyse értek hozzá. Hát azért, hogyha szereted a bort, akkor egy kicsit csak értesz hozzá, vagy megveszed az olcsó 100 forintos műanyag kannás teszkósat. Elektronikus zene, edm, trap, techno, goa, dubstep, bümbe. Hát a zenéhez biztos, hogy nem értesz. Sorozatok, dráma, elgondolkodtató. Horrorfilmek. Tetoválások. Sok van még. Csak egy kis szórakoztató, kazuális szexér vagyok itt. Üzenj nekem Instán, aztán majd meglátjuk, hogy hova vezet. Hogyha pénzt akarsz, nem tehetsz mást, légy rossz ribac. Normális nő vagyok, normális értékekkel, értékrenddel. Hogy kit és mit keresek? Barátságot, szerelmet. De nem minden áron. 170 centi vagyok egy 8 centis magassarkú cipőben. Van egy 5 éves kisfiam. Azért érzed a kis csajt. Normális értékrendekkel rendelkező nő előrébb teszi a 8 centis magas sarkúját, mint az, hogy van neki egy 5 éves kisfia. Gyű, apám, nem semmi. Arról nem is beszél, hogy egy randi után a férfi azt nem tudja megmondani, hogy milyen színű póló volt rajtad. Esélyed nincs, hogy észrevegye, hogy milyen cipőben vagy, mert nem fogja megnézni egy férfi, hogy milyen cipőben vagy. Hogyha pénzt akarsz. Pozitív, vidám, vicces embert keresek, én is ilyen vagyok. Lehetőleg legyen munkahelyed, ha nem nagy kérés és jogosítványod. Na ez tetszett nagyon. Most oké, a munkahely persze az legyen, ezzel egyetértek, de azért oda szúrja, hogy jogosítványod is legyen. Miért nem állásinterjúra megyek? Most mégis mi múlik azon, hogy van egy jogsim vagy nincs? Elmegyünk valahova randizni, akkor maximum nekem rossz, hogy tömegközlekednem kell 3 órát, hogy elérjek oda, hol te vagy. De akkor meg nem mindegy, hogy van nekem jogsim vagy nincs? Kényeztetős, érzelmes, érzéki, izgalmas, szeretkezi szexrandit keresek. Minőségi élmény egy minőségi, hamisítatlan férfival magas rezgésekkel. Nőkkel, test és lélek az erotika szintjén való bánásmódban való tapasztalat és odaadás előny. Várlak. Amennyiben nem halt még ki belőled a lovagiasság, és mond még valamit az a szó, hogy meghódítani egy nőt, nem áll messze tőled az őszinteség, és a humorod is van, fél siker. Az a fél siker, az kiégetett. Ha ennyi minden megvan benned, az még csak fél siker. Mennyi van még ebből? Kapcsolatban élek. Akkor mit keresel itt? Csak akkor találkozom, ha valami különleges mód felkelti az érdeklődésem, mert nagyon szeretett időmből nagyon kevés szabad van. Vállaltam felszínes a szempontrendszerem, sportos test, sárm, csinos alfa. Hogyha? Rólam. Vezető és biztosítási alkuscég tulajdonos vagyok. Médiában is dolgozom filmproducerként. Csak arab származású férfiakkal szeretnék ismerkedni. Lehetőség szerint hasonló legyen. Houston, itt az ISS, van egy kis problémánk. ISS, itt Houston, mondjad, mi a gond? Van itt egy nő, aki tőlünk távolabb kering a földtől. Figyelj, Hugi, az arab bank tulajdonosok nem a Tinderen és nem a Badun fognak téged keresni. Mert túlságosan leköti őket az, hogy melyik luxus prostit vigyék magukkal a Bugatti Veyronba. Arról meg nem is beszél, hogy most azt mondod, hogy hasonló kvalifikált... Nem, meg nem tudom kimondani. Hasonló kvalifikás... Jó, befejeztem. Vége az epizódnak. Szóval egy olyan férfi, aki nagyjából olyan körökbe dolgozik, mint te, az szerintem eléggé kevés van ezen az országon. Ugye az átlag ember átlag munkát vállal. Most, hogyha te túl magasra törsz és túl magasra jutsz el, akkor ne keres hasonlóan magasan lévő férfiakat, mert úgyse fogsz találni. Nincsen 5 darab az egész országban.
És abból az ötből kb. Nulla foglalkozik az internetes társkeresővel. És hála az Istennek a mai utolsó. Hogyha pénzt... Remélem tetszett a videó. Ha úgy gondolt, hogy belőlem még mindig nem volt elég, akkor nézd meg a kockára vágott képemet a kockagramon, ne támogass Patreonon, mert nincs olyan, és ami a legfontosabb, hogy ne hallgass rádiót. Mi van, komolyan az hitétek, hogy le fogom szúrni a kutyát?